Tavaly decemberben adódott a lehetőség, hogy Kovács Zoltán eljusson Marokkóba. Őt azonban nem Marrakesh és a turisták által felkapott többi hely érdekelte, hanem még beljebb utazott. Eddigi túrázásai során nagyrészt hegyekben járt, esőerdőbe is eljutott már, de a sivatag teljesen más élmény volt számára. Útja során kietlen vidékeken arabokkal, berberekkel és tuaregekkel találkozott. Nagyon rövid volt az idő, de sikerült egy kicsit bepillantást nyernem az ott élőknek az életébe. Meghívtak vacsorázni, meghívtak teázni, és néhány napot a sivatagban töltöttünk, ahol annyira a semmi közepén tölthettük az éjszakát, ami teljesen más élmény, mint akár az esőerdő, akár a hegyek. Köztudott, hogy a sivatagok nagy része nem homoksivatag, hanem kősivatag, de az ember mégis azt a homokot várja. Nyilván a nagy homokdűnék, amik lenyűgözik, de hogyha egy homoksivatagon néz keresztül az ember, az pedig annyira végtelenséget mutatja meg, valami hasonló, mint tengeren lenni. Ilyen környezetben nyilván nagyon sok időm volt arra, hogy magamban legyek. Először a gondolataimmal, és aztán a gondolatokat pedig a sivatagi szél így hus, el is fújta. Kovács Zoltán azóta egyfajta nosztalgiát érez a sivatag iránt, és tervei között szerepel, hogy annak jobb megismerése céljából még egyszer visszatér oda.